Üdvözlöm a hallgatóságot. Szabó Dániel vagyok, a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesületének az országos elnöke. Először is szeretném megköszönni dr. Adánovics Nagy Dánielnek és a Dentalpest-nek, illetve a Dentalver-nek, hogy meghívták az Egyesületünket előadni a prevenciós szekcióban. Igazán megtisztelő, hogy elismerik a munkánkat és színvonalasnak tudják értékelni. Köszönjük nagyon ezt a lehetőséget. El is kezdeném az előadásomat. Először a kezdetekről szeretnék egy kicsit beszélni. 1991-ben alapult meg az Egyesület, országos szintű most már az Egyesület, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden orvos egyetemen megtalálható Magyarországon, a pécsi, a debreceni, a szegedi és a budapesti orvostudományi egyetemeken, és ugye nekünk a tagjaink onnan is vannak, illetve az ETSA és az ITSA-nak, az European Dental Student Association-nek és az International Dental Student Association-nek vagyunk még a tagjai, amivel nemzetközi érvényeket is tudunk szerezni. A szervezeti felépülés a legnagyobb kérdés, hogy mindig a másrészt szokat lenni, hogy a szülő azt mondja, hogy hát, hogy így narancs levet, mert hogy ez elem a vitaminnal, és akkor egészséges, és akkor azért ezt el szoktuk meg mondani, hogy persze teljesen jó, de hogy figyelni kell, hogy se vas a kémhatása, nyilván nem ilyen szavakkal, de hogy azért az savas jellegű, és hogy ezt nem feltétlenül tesz majd jót a fogaknak hosszú távon nagy mennyiségben. Igen, és akkor végül ugye megy a helyes fogmosás megtanítása, ezt mulázsan szoktuk, utána odaadjuk nekik is, ők is ki tudják próbálni, ők is ugye a mulázsot megmutatják a nagy fogkefével, azt is nagyon szokták kielvezni, utána elmegyünk fogat mosni velük, és akkor ott élőben tudják mutatni, hogy hogyan sikerült ezt elsajátítaniuk. Opcionálisan plakfestés szoktunk még csinálni, ezt által megkérdezik az óvodától, hogy ők szeretnének ilyet, illetve van egy ilyen bábjáték, ami egy ilyen mesét ír le, hogy van a szúvasodás, meg a királyfi, meg a fogkrém, és akkor ebből egy mese van, de ez erre sokszor nem kell. Idő marad. Látszik, hogy ugye a fogmosást, azt ugye próbáljuk ezt azt, hogy megfogjuk, megmutatjuk neki, hogy ez hogyan kell szépen azt a körkörös mozgást, sepregető mozgást, illetve hát egy csoportkép, ilyenkor mindig szoktunk nekik matricát adni, kifestőt, illetve ilyen termékmintát, és nagyon örülnek neki, úgyhogy végül ilyen egy ilyen nagy boldog csoportképet azért szoktunk csinálni. Általános iskolai prevenciónál ugye a fő kihívás a figyelem fenntartása szint úgy, a szájhigiéniás szokásoknak az átadása olyan szinten, hogy azért már egy professzionálisabb, sokkal magasabb szintet, hát egy magasabb szintet kell ellátni, de nyilván még azért a gyerekesebb megjelenéssel, hogy azért kicsit gyerektetebb képek vannak, itt azért már pár előadás, ilyen számítógépen vetített előadást szoktunk használni. Itt is ugye kérdésekkel indítunk, és akkor ugye mondtam ilyen PowerPointot, nyilván azért, mert hogy ilyen PPT-t használunk, sokkal vezetettem az egész előadás, úgyhogy azért mondom, ez egy sokkal azért már egy hivatalosabb megjelenés ennek az előadásnak. Hát ilyenkor megbeszéljük a fogat.